Sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeimet, szüleiket, kedves vendégeiket. Köszöntöm az iskola intézményvezetőjét, Tóvári Mérémi Orsolyát, és igazgatóhelyettesünket, Murányi Lászlót. 16. éve tartja a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszaka a vizsga kiállítását itt a Csekovszki Művelődési Házban. Köszönet érte. A 16 év, ez nagyon sok idő, mert nagyon sok gyerek tanult itt a tanszakon. Ezek közül, a tanulók közül már van, aki kézművész, van közöttük, a volt növendékek között festőművész, grafikus, kerámikus. És vannak olyanok, akik bár nem lettek művészek, mégis fontos a rajz az életükben. Nem csak azért, mert az egyetemen felvételi volt a rajz, hanem mert ez lett a foglalkozásuk. Több építészmérnök, építőművész, tájépítész, díszlet- és jelmeztervező, formatervező hallgató került ki tőlünk. A jelenlegi diákok között is többen vannak, akik pályára készülnek. Amikor azon gondolkodtam, hogy kinyissa meg a kiállítást, akkor nagyon sok név forgott a fejembe. Végül az győzött meg, hogy végül kit választottam, hogy a kiállításunk cím egy elég nehéz cím, parafrázis. Nem tudom, a felnőttek tudják-e, mit jelent, de az itt lévő gyerekek szerintem már mindenki. Parafrázis az átdolgozást, átfogalmazást jelent, ez látható a képeken. Kérem, hogy ilyen szemmel nézzék őket. Akit megkértem ma, hogy nyissa meg a kiállításunkat, két dologból is nagyon fontos számomra. Egyrészt volt növendékem, évekig járt a képzőművészeti tanszakra, és végül, bár nem képzőművész lett, de a művészet nagyon közel áll hozzá, hiszen az ELTE-n művészettörténet szakon végzett alapképzésben, és hát egy leendő művészettörténészt köszönhetünk személyében. Felkérem Zászkalicki Anna, leendő művészettörténészt, nyissa meg a kiállításunkat. Köszönöm szépen a felvezető szavakat. Kedves szülők, kedves növendékek, kedves vendégek! Egy utazásra szeretnék most mindenkit hívni. Egy rövid túrára, amelynek megállói nem kisebb művészek nevét viselik, mint Leonardo da Vinci, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Auguste Renoir, vagy éppen a magyar ripuli Rónai József. A látnivalókat azonban nem az ő munkájuk, hanem a képzőművészeti tanszak növendékeinek alkotásai szolgáltatják. Ha valaki, és így már mindenki látta, a mögöttem látható hatalmas, színes tablót, már ízelítőt kaphatott a tanszak idei évzáró feladatáról. Minden tiszteletem a növendékeké, a tiétek, hiszen nagyon nehéz feladatot kaptatok. Parafrázis, vagyis átértelmezés, újraértelmezés, kifejtés, átdolgozás. Nem csupán másolás, nem csupán ötletek elcsenése, merülhet fel sokunkban a kérdés. És a kérdés jogos lehet, hiszen ma már pillanatok alatt készíthetünk bármiről másolatot, átszabhatjuk a Mona Lisa arcát, vagy átfesthetjük Van Gogh szobáját. Azonban elég csak körbe pillantanunk a mellettünk lévő kisebb teremben, hogy megbizonyodhassunk, hogy sokkal többről van itt szó. Alázat szükséges a nagy művészek munkáinak tovább gondolásához, különben nem egy új munka születik, hanem csak egy gyenge paródia. Azok, akiknek munkái alapján most ti is dolgoztatok, szintén készítettek parafrázisokat, sokan bizonyára ismeritek Marcel Duchamp francia festő és képzőművész bajszos Mona Lisáját. Az alázat mellett nagyon fontos a bátorság, hiszen a művészettörténet legnagyobbjairól, Picasso-ról vagy Leonardo-ról beszélünk. És nem utolsó sorban tehetség és fantázia szükséges ahhoz, hogy értékes alkotás szülessen. Mindegyik munka egyedi, mind magán viseli a ti kéznyomotokat, a ti gondolataitokat, a ti saját véleményeteket a kiindulásként használt festményről. Bátrak voltatok,
mertetek a világ leghíresebb képeihez nyúlni, és nem féltetek átalakítani azokat. Megragadtátok parafrázis lényegét, sajátos, új értelmezéseket, elemzéseket alkottatok. Van, aki megváltoztatta a hátteret, van, aki a színvilágot alakította át. Sokan másik korstílust, festői stílust választottatok, és volt köztetek olyan is, aki több festményt olvasztott össze egyetlen képpé. Azt remélem, eközben tanultatok is, hiszen egy parafrázis elkészítése közben számtalan dolgot tanulhatunk meg. Én magam is emlékszem, hogy az impressionistákról és Monetről akkor hallottam először, amikor Bea nénivel az ő stílusokban festettünk felhős tájképeket még a Diadal úti iskolának az udvarán. Nekünk, nézőknek pedig megadtátok a felismerés, a ráismerés örömét. Talán nem tudjuk az összes képet beazonosítani, de biztos vagyok benne, hogy mindenki azzal az érzéssel fog ma hazamenni, hogy egyik vagy másik művetek mennyire jól sikerül. Én személy szerint örülök annak, hogy nem csak a leghíresebbektől válogattatok. Úgy tudom, hogy sokat nézegettétek a rajzterem újságjait és albumait is. Haladjunk most kicsit tovább, és vessünk egy pillantást a kavicsukból készült tervekre is, amit a bejárat melletti teremben láthattok. Nagyon adja magát a kép, könnyű elképzelni, olyan, mintha ezt a mai képzeletbeli utunkat ezekkel a kőtervekkel rakták volna ki. És így jutunk el ezen a képzeletbeli úton egy másik fontos megállóhoz, azokhoz a művekhez, amiket most itt láttok ebben a teremben, a kisebbek által készített fantasztikus bolygók univerzumához. Megtanultátok a színkört és az ehhez tartozó fogalmakat. Ma már nincs olyan 10-12 éves növendék itt szerintem a teremben, aki a parafrázis szó mellett ne tudná azt is pontosan, hogy mit jelent a komplementer szó. És úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog, hiszen a legtöbb híres festő, például Jan Vermeertől kezdve Gauguinig, mind valahol ugyanitt kezdték. Megtanulták az alapokat, megismerték a színek és a formák világát, hogy azután megalkothassák mesterműveiket. Ugyanígy mindenki, aki ma tanulmányt, csendéletet, festett és állított itt ki, hasonló úton jár a tanulás és a megismerés útján. Én szeretném nektek megköszönni, hogy ma itt lehettem, hogy láthattam az eredményeiteket, és láthattam, hogy hogyan küzdöttetek meg ezzel a igen nehéz feladattal. Én a jövő tanévre is hasonlóan izgalmas és érdekes feladatot kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon köszönöm Annának a kedves szavait, és most mielőtt azokat a növendékeket dicsérnénk meg igazgatóasszonnyal együtt, akik ebben a tanévben nagyon jól szerepeltek, két növendékem jár ide a Csehovszki Művelődési Házba táncolni. És őket szeretném bekonferálni, két szám elejéig fognak bennünket szórakoztatni, és utána következik a díjkiosztó. Most pedig tehát következzék egy igazán pörgős és modern tánc, a Pixie Dance tánciskola növendékeitől, akik a múlt hét folyamán az amatőr országos táncversenyen bronzérmes helyezést gyűjtöttek be. Fogadják sok szeretettel őket. Because I'm happy, I'm alone, if you
brush your alapvizsgázott. Mindenki jelest kapott, mert olyan kiválóak voltak. Itt nem csak a rajzokat kell bemutatni, hanem szóban is meg kell nyilatkozni, tehát ez egy kicsit nehezebb is van, mint ami ma van itt. Én felolvasnám a nevüket, akik ilyen szépen szerepeltek. Alföldi Laura, Ying Erzsébet, Szalóci Kira, Szél Viktória és Örös Viktória. Tapsoljuk meg! Pedig felkérném Továriné Perémi Orsolya intézményvezetőnket, hogy adja át az okleveleket, illetve lesznek olyanok, akik könyvjutalmat kapnak. Szeretném elmondani, hogy a könyvjutalmakat Fószti Vadara alpolgármester úr biztosította számunkra. Először azokat a növendékeimet szeretném szólítani, akik oklevelet fognak kapni, azért, mert már annak idején, az első fél évben az ajándékaikat megkapták. Ez a kicsi gyerekeket érinti, hiszen volt egy verseny, ha emlékeztek, első fél évben, egy kerületi rajzpályázat, aminek az volt a címe, hogy nálatok laknak-e állatok. Ezen a rajzpályázaton minden évben részt szoktunk venni, és most is nagyon jól szerepeltünk, különösen a negyedikesek, majd fogjátok hallgatni, hallani az eredményt. No, hát akkor akinek a nevét mondom, én szeretném, hogyha kijönne, átvenni az oklevelét, és utána felállna a színpadra. Tehát a nálatok laknak-e állatok kerületi rajzpályázatán az alábbi növendékek értek el kiváló eredményt. Az első osztályosok közül Ikics Miléna, ő volt a harmadik helyezett. Vagy a tanszakunk egyik legkisebb növendéke, menjünk a színpadon, hogy még a végén az egész társaságot meg tudjuk tapsolni. Ezen a versenyen az első osztályosok közül külön díjas volt Varga Lilla. A második osztályosok közül harmadik helyezett volt Knut Sára. Osztályosok közül külön díjas volt Szőcs Mélik Nóra. Negyedik osztályosok, hát itt aztán maradtunk. Első helyezett volt Somogyi Borbála.
Második helyezett Varga Imola. Tudjuk, a nejre? Engyel arra. De ez most Imola nagyon jellemző volt rád. Harmadik helyezett Garami Lilla. És két külön díjat. És két külön díjas is volt, Sándor Alexandra és Vásárhelyi Magyar. Még mindig az okleveknél tartom. Aki járt mostanában a zeneiskolában, látta, hogy a tantermek új feliratokat kaptak, és ezt mozaikból raktuk ki. Hát nagyon sok időnk elment erre, azt mondom legalább másfél hónap, míg raktuk a mozaikokat, és azokat a gyerekeket szeretném most kiszólítani, akiknek át tudtam adni a vezetés szerepét, mert ők voltak az irányítók. A zeneiskolában, a zeneiskola épületében irányító volt Szamák Éva. Fő mozaik rakó. A Diadalúti iskola épületében ketten is voltak, akik ilyen irányító szerepet vállaltak. Ezért bajba is voltunk, amikor az alapvizsgára készültünk, hogy hol vannak a rajzaink. Alföldi Laura. És Szalóci Kira. Mielőtt tovább haladnánk, szeretném elmondani, ebben akartam kezdeni, csak elfelejtettem. El akartam mondani, hogy amikor ez a tanév elkezdődött, akkor arra gondoltam, hogy jaj, de jó, végre egy olyan tanév, amikor semmilyen versenyünk nincsen. Se országos, se, az ahogy mindent ki tudunk próbálni. És ez az első fél évben működött is, mert amint láttatok, homokmozaikok van, meg mozaikot raktunk éjjel-nappal, meg kipróbáltuk a zebru technikáját, nem tudom, hallottatok, ez egy török festészeti technika. És nagyon sok olyan dologra volt lehetőség, amire korábban nem nagyon van idő, mert mindig valamire készülünk. Aztán eljött a második fél év, és hirtelen nyakunkba zúdultak, hogy fővárosi verseny most is van, tehát ezt nem tudjuk kihagyni. Jé, megint van egy országos verseny, egy festészeti verseny, ezt se hagyjuk ki, úgyhogy most ezek az eredmények fognak következni. Mert mondanom se kell, hogy természetesen nagyon jól szerepeltünk. Oklevél és könyvjutalomban fognak részesülni az alábbi növendékeim. A fővárosi komplex rajzversennyel kezdeném. Komplex rajzverseny, a gyerekek már tudják, ezt a szülőknek mondom el, annyiban komplex, hogy nem csak egyféle technikában kell a versenyen a gyerekeknek megmutatkozni, hanem legalább kétfajta technikában. Idén ez a festészet és a grafika volt, és nem is volt könnyű téma, még felnőtteknek sem könnyű, hiszen illusztrációs verseny volt. Tehát felnőttek gondolatai gyerekeknek megjeleníteni illusztrációban, ugye ez nem egy könnyű feladat. A fővárosi komplex rajzversenyen 6. osztálytól fölfele indultunk, 6. osztályban kiváló eredményt ért el Való Katica. A 7. osztályosoknál hát sajnos megint taroltunk. 2. helyezett lett Kovács Réka. Fővárosi szinten mindenki nagy bánatára, az első helyet is mi hoztuk el, Szilágyi Petra Lili személyében. A 8. osztályosoknál sem maradtunk le. 3. helyezett volt a fővárosi versenyen Foglar Viktor.
első helyezést ért el, Blanco Eszter. És elérkeztünk a középiskolás korosztályhoz, illetve lesz benne egy kis csavar, amikor visszamegyünk az általános iskolásokhoz. A középiskolásoknál is van komplex rajzverseny. A fővárosi komplex középiskolai rajzversenyben 9. és 10. osztályban képviseltük magunkat. Mondanom se kell, hogy mi volt a verseny témája. Ki tudja? Találjátok ki? Parafrázis. Az is parafrázis volt. Molnár Liza a fővárosi komplex középiskolai rajzverseny 9. osztályos kategóriában 5. helyezést ért el. A 10. osztályban is megrendezték ezt a versenyt. Darabó Norbert, a fővárosi komplex középiskolai rajzverseny 10. osztályos kategóriájának első helyezettje. Mert nem csak, hogy első helyezett volt a fővárosi versenyen, hanem bejutott a két versenyek egyébként semmi köze egymáshoz, tehát nem ilyen felmenő rendszerű versenyt képzeljétek el. Tehát bejutott az országos festőversenynek a címe parafrázis volt, 5. kategóriájának 9. helyezettje. Vörös Viktória, a következő növendékem, szintén 10. osztályos, a fővárosi komplex középiskolai rajzverseny 10. kategóriájának 4., a parafrázis országos festőverseny 5. kategóriájának 7. helyezettje. Most egy kis csavar vissza az általános iskolásokhoz, nem azért, mert még tudom, hogy ketten várnak, hogy felolvassam a nevüket, hanem, amit említettem, ebben a tanévben is voltak olyan növendékek, akik pályára készültek, és még soha nem volt olyan tanévük, mint az idei, hogy a 8. évfolyamból 4-en is tovább szerettek volna tanulni. Hát 2 növendékem pikpap bekerült, de 2-ért nagyon kellett izgulni, de végül nekik is sikerült. Úgyhogy most őket fogom szólítani. Nagyon-nagyon büszke voltam, és nagyon sokat izgultam a következő tanulókért. Kelemen Anna Róza, aki felvételt nyert a képző és iparművészeti szakközépiskolába. Ez egy nagyon jó gratuláló. Következő tanulók pikpak bekerült, tehát Nagy Istó Kivett, aki felvételt nyert a Szent László gimnázium rajztagozatára. Simon Fruzsináért izgulni kellett, de bekerült és felvételt nyert a Szent László gimnázium rajztagozatára. És most maradt 2 növendékem, őket szándékosan hagytam a végére, mert hogy ők ebben a tanévben a képzőművészeti tanszak legeredményesebb növendékei. Van egy legeredményesebb, meg egy legeredményesebb. Most ez a legeredményesebbet mondom. Ő Kumbar Tamás, aki a fővárosi középiskolai komplex rajzverseny 9. osztályos kategóriájának 2. helyezettje, és a parafrázis országos festőverseny 4. kategóriájának 3. helyezettje. Eredményesebb ebben a tanévben, Kadiba Anna, aki a parafrázis országos festészeti verseny 4. kategóriájának győztese, tehát országos első. Ez még nem minden. Maradj el, Anna, mert ez egy, most ez egy nagyon nagy dolog. Az előző is nagy dolog volt,
Rozinál, de nálad ez még, mert olyan szakra mentél, ami lehetetlenségbe kerülni, és felvételt nyert a Képző és Iparművészeti Szakközépiskola grafika szakára, de minden, menj még egy mondatot hozzád. Amikor Anna óvodás korában került a képzőművészeti tanszakra, már egy, ha még visszaemlékszel, egy pályázatra a repülőtér, repülőgépes, nem emlékszem pontosan, mi volt a pályázat, emlékszel, amikor még külön a busz is jött értünk, és itt a, hát az volt az első eredményünk. Első osztályos volt, amikor a fővárosi versenyben nyerte, és aztán így tovább évek során az összes grafikai versenyt. Hát festészetben nem voltunk erősek. De aztán idén rágyúltunk egy kicsit, bár tudtam, hogy grafikusnak készül, de ha már van országos festőverseny, hát induljunk el, mert miért ne? És hát, hogy megnyerte, ez szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. És nálunk jövőre festészeten fogja folytatni a tanulmányait, mert ugye grafikán már nem maradhat, mert grafikán majd jár a képzőre, de nálunk még remélem, még egy kicsit marad. Úgyhogy gratulálok! És most már mindenki a színpadon van, és lehet őket hordózni, meg megtapsolni. Én addig, míg ez megtörténik, meg kell kérdeznem valamit, hogy megérkezett-e már az utolsó kis meglepetés. Mindjárt jövök. Megérkezett a mi kis, hát nem meglepetés végül is, amikor tudják, de mondjuk azt, hogy ez a meglepetés, és ez mindenkié, amit a gyerekeké, egy nagy torta fog érkezni. És a gyerekeknek mondom, hogy fogadjátok sok szeretettel a szülőktől. Gyerekeket sok szeretettel meghívom egy kis stokkázásra. Hát sajnos fogok kell állni, hogy felszereteljük. Remélem, hogy az a 80 szeret az úgy sikerülni fog, és 80 lesz. De ha valaki tud ezt a tortát fel, hogy a 80-ra szeretelni, akkor odaadom a kész szívesen a kezébe.